Na, üdvözlök mindenkit újra! Ez egy újabb live kommentár nélküli rész lesz, amiben végül is most itt az elején el fogom újra mondani, hogy mi történt, és mi fog történni nagyjából, tehát a sztori nagyjából igazából nem igényel nagy magyarázkodás, csak hogy tisztán lássátok a dolgokat. Visszatértünk ugye az kis űrkalandunkról, beállítottuk az antennát sikeresen, felvettük a kommunikációt a Torres-szel. Egy kicsit úgy érzem, már nagyon húzzák a sztorit, szóval nem annyira, most már így fölöslegesen húzzák a sztorit. Akkor a Torres, ha már kint voltam az őről, a Torres miért nem jött oda, fölugrok, elmentünk, szevasz, meg lehetett volna oldani, nem, nekünk még ki kellett menni, be kellett állítani egy antennát, föl kellett velük venni a kommunikációt, na de most jön a poén. A Torres úgy döntött, jó, le fognak dokkolni, eljönnek, értem, tök jó, minden rendben van, és minden happy. Na most a poén az, hogy a pálya, tehát a bázis másik felébe kell átjutnom. És ez egyszerűen őrületes már itt ez a tempó, tehát ez át kell mennem a másik felébe a bázisnak, és majd ott meg kell cselekednem, amiket meg kell cselekednem. Fogtok látni néhány vágást, viszont nem maradtok le semmiről. Néhány vágást, mert egy párszor belehaltam abba, amit csináltam, mert olyan egy köcsög előre renderelt módja volt a játéknak, hogy egyszerűen nem tudtad kikerülni a halált. Tehát a játék úgy volt megcsinálva, hogy belefuss az alienbe. És egy olyan szinten halkan mozgott sokszor mögöttem, hogy nem vettem észre, megfordultam és paf, hulla. Nem fogjátok ezeket a részeket látni, mert igazából olyan szinten mérges voltam, és azt hittem, hogy live-ban megy a dolog. Ezért, és mikor kiderült, hogy végül is nem rögzített a mikrofon egy darab hangot se az én hangomból, akkor végül is úgy vágtam meg a dolgokat, mint egy folyamatos sztori lenne, de aki játszik és már eljutott erre a szintre, az nagyon vigyázzon, hogy megy, türelem. Tehát türelem, én itt már nagyon ideges vagyok. Tudom, hogy a játékhoz nagyon közel vagyok, de mégis távol vagyok a végéhez, és türelem kell, tehát türelem, hogy megcsináljátok ezeket a részeket itt. Ami fog történni az, hogy megpróbálok eljutni a pálya egyik végéből a másikra, hogy a Torres és az űrhajó, mivel jöttem, felvegyen, és elhúzzunk innen végre a francba, és hát remélhetőleg kevésbé alienes részek jöjjenek, na de majd meglátjátok, hogy mik lesznek. Kicsit durva lesz a tényező. Nos, köszönöm, hogy nézitek a sorozatot, nyugodtan leírhatjátok a véleményeteket, föl a fejhallgatókat, nagyon epik lesz, ez durva, föl a fejhallgatókat, tényleg nagyon jó lesz a sztori, és úgy jó, kicsit hosszúra nyújtják ezt a konkrét végét, nagyon durván fokozzák az adrenalint, föl a fejhallgatókat, mert hallani fogjátok, jó szórakozást!
Thank you.
synthetic shouldn't just kill. Get it. This place creeped me out even before it all went to shit. Get off this wreck. Wonder what the kids are doing right now. Why the hell did I agree to come out here? That's all I want.